Tisztelt manoriak és manori lakosok, ki segítséget szeretnék kérni, és egy felhívást is szeretnék közzétenni. Tehát az első és fontos kérésem lenne, hogy 2019-ben is szeretném meghirdetni a csokoládé és édességgyűjtést. Ezzel Lalabohócnak, más néven Balog László művész úrnak a misszióját segítenénk. Lalabohóc már évtizedek óta járja a gyermekklinikákat, kórházakat, hogy nevetéssel gyógyítson, hiszen a nevetés a legjobb gyógyszer. Ezt a csodálatos küldetést Peck Adams doktor indította el még annak idén, és nagy harcok árán tudta ezt a módszert elfogadtatni. Életéről egy csodaszép film is készült, Robin Williams főszereplésével, Dr. Peck címmel. Érdemes megnézni, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, és akkor talán meg is érthető ez a misszió. Tehát a világhálón kereshetik a filmet. Annak idején, mikor kislányommal pont kórházban voltunk, így Mikulás, advent és karácsony idejében, akkor Lalabohócék szintén tiszteletüket tették a Heimpál gyermekkórháznak a traumatológiáján, és ott nagy hatással volt rám az ő munkájuk, hiszen nem is a gyerekek röhögtek legjobban az ő vicceiken, hanem én. Amivel azt szeretném mondani, hogy Lalaik nem csak a gyermekeket gyógyítják, hanem elbeszélgetnek a szülőkkel, megkérdezik, milyen problémáik vannak, hogy jutott a gyermek a kórházba, hogyan látják a gyógyulás folyamatát, és hogy milyen jó lesz majd a gyógyulás után otthon. És ebben a vizitában, vagy orvosi vizitációban, amit ugye Lalabohóc végez, ebben az időben kapnának a gyermekek azokból a csokikból, amit önök majd szánnak nekik. Nagyon fontos és nagyon szép munkát végeznek a Bohóc dokik, és mi is segíthetjük őket és a beteg gyermekeket, akit az advent ideje, a karácsony és a Mikulás a kórházban talál. Hogyha szeretnénk egy kicsit szívélyesebbé tenni a mi adakozásunkat, azt szeretném kérni a tisztelt szülőktől, hogy a gyermekeik által a csokikat díszítsék egy kicsit föl. A csokoládékra lehet színes mintákat, virágokat, kedvenc játékoknak a képeit festeni, rajzolni, illetve jó kívánságokkal el lehet látni, ami biztosan személyesebbé és kedvesebbé fogja tenni ezt a örömteli alkalmat. Lesz helye a sok csokinak, kórházak, ahova gyűjtünk. Heimpál Kórház, Budapest. Sote Tűzoltó utcai gyermekklinika, Budapest. Szent György Kórház, Székesfehérvár. Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház, Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztálya. Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő Gyermekosztálya. Orosházi Kórház, Csecsemő és Gyermekosztálya. Tisztelettel megkérem a jószívű, vidám adakozókat, hogy lejárt, szavatosságú csokoládékat, édességeket ne gyűjtsenek, ne tegyenek bele a dobozba. A tavalyi évben rengeteg édességet sikerült gyűjtenünk, nekünk manoriaknak és manor környékieknek. Kovács Hajni volt nagy segítségemre ebben a gyűjtésben, és most idén szintén segítségemre van. A Jászai úti általános iskolát tudnám kiemelni, hiszen rengeteg édességet gyűjtöttek, hiszen az iskola vezetősége és szülői közössége, a szülők és a gyerekek nagyon pozitívan álltak ehhez a gyűjtéshez. Volt olyan vállalkozó, aki egyszerűen a Szentestén pizzát küldött be a gyerekeknek, ismerve a kórházi kosznak nem mindig magas színvonalát, de volt olyan kedves manori vállalkozó is, aki könyveket, különböző kifestőket gyűjtött össze, és azt tudtam bevinni a
Lala Bohócnak, és ő osztotta szét a kedves gyermekeknek. És végezetül szeretném elmondani a gyűjtőpontjainkat. Egyik a tavaly is segítő Monari Csepdiszkont, ők az egyik Monari cukrászdával szemben találhatóak a vasúti aluljáróhoz közel. A másik gyűjtőpontunk pedig a Nemzetőr iskolában szembeni magyar pékség. Hogyha ezekben a gyűjtőpontokon vásárlunk, nem csak a beteg gyerekeken segítünk, véleményem szerint, hanem a magyar kisiparnak és vállalkozóknak is, tehát a vásárlásunkkal kétszeresen is jó cselekedetünk lesz. Szeretném megköszönni a segítséget Vitéz Lovag Mikec András barátomnak, feleségemnek és nemzetes uraknak, hölgyeknek, barátaimnak. Köszönöm.